Szép napot kívánok, gondolatok kávé mellett. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm stúdiumban Magonyi Urbán Zsuzsát, ifjúsági referenst, és Kunos Roxánát, az ifjúsági polgármestert. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük. Úgy gondolom, hogy Orosháza diákjai ifjúsága szerencsés helyzetben van, hogy van nekik egy önkormányzatuk, van egy diáktanyájuk, és én úgy látom, hogy szavuk is lehet, joguk is lehet, akár a közmeghallgatáson is ott lehettek. Ti is így érzitek ezt? Igen, mindenképpen. Az orosházi ifjúsági munkának, mondhatjuk, országos híre van, ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket, és felsoroltad, hogy mik azok a pontok, amik ezt okozzák. Nagyon jó volt, nekem nagyon jó emlék ez az ifjúsági közmeghallgatás, megmondom őszintén, amikor jegyzőasszony először ezt említette, én szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, de utána nagyon jó volt látni azt, hogy négy fiatal, ha jól emlékszem, elmondta azt, amit szeretett volna, kimentek állni, és tényleg voltak is gondolataik. Mennyire különleges az, akár a környéket tekintve, vagy az országot, hogy itt Orosházán van egy gyök? Mennyire jellemző ez a környékbeli városokra? Pontos adatokat nem tudok, és nem is mindenhol gyermek és ifjúsági önkormányzatnak hívják ezeket a szervezeteket. Vannak városi diák önkormányzatok is, mint például Békés Csabán, van városi diák tanács, például Egerben. Tehát vannak ilyen szervezetek, még ha nem is úgy hívják, hogy gyök. A megyében Békés Csabán és Orosházán, ha jól tudom, de országos szinten sok mindenkivel kapcsolatban vagyunk. És hogy látod, ők is ilyen aktív életet élnek? Ilyen sok programot szerveznek? Inkább azt mondanám, hogy ők is hullámzóak. Tehát jönnek-mennek a gyerekek, a fiatalok ezekben a szervezetekben, és nem lehet azt mondani, hogy folyamatos az aktivitás, a lelkesedés. Mindig más, mindig új dolgokkal kell megküzdeni, új kihívásokkal, de ez teszi érdekessé ezt a munkát. Roxi, te hány éve vagy polgármester? És hogyan lehet erre a pozícióra bejutni? Ki választ meg téged? Én 3 év vagyok polgármester, és alapvetően a rendes önkormányzati választásokkal lehet bejutni. Ez úgy néz ki, hogy ilyenkor 1 éve kell már a gyűlöknek valamilyen formában a tagja lenni, szóval vagy egyéni tag, vagy képviselő formájában, utána jelöltetni kell magát az embernek, kap egy lapot, azon aláírásokat kell gyűjteni, és utána indul is a kampányszezon. Szoros volt a verseny, amikor téged választottak? Nem. Nem volt szoros. Valamiféle magabiztosságot biztos adott ez neked, sőt, szerintem a személyiségeden is változtatott az, ugye, hogy megválasztottak, és sok kisgyerek élére kerültél. Igen, előtte sem voltam egy ilyen nagyon bátortalan gyerek, de azért nagyon-nagyon sokat dobott, és így éreztem egyfajta ilyen felelősséget magamon, hogy akkor tényleg most én vagyok az, aki a idézőjelben a szava az ifjúságnak, és hogy valamit itt tényleg kell csinálni, és szerintem egész jól összeszedtem magam. Van olyan esemény, amit te szerveztél, és tényleg azt mondhatják a gyerekek majd évek múlva is, hogy ez Roxi idején megvalósult, és milyen jó volt? Hát amit teljesen egyedül szerveztem, olyan nem volt, de mondjuk amiben majdnem én voltam teljesen programfelelős, az még régebben a táncmaraton, és az mindig egy nagyon sikeres rendezvény volt, amikor ugye 24 meg 25 óráig táncoltak a résztvevőink. Azt szerintem egy olyan, amire még sokáig emlékezni fogunk. Igen, például ez is egy olyan program, amiről hallottam, és nem is tudtam, hogy ti szerveztétek, és szerintem még sok ilyen van. Mik a legismertebb programjaitok, amire a legtöbb ember azért eljut a városból? Szerintem szerencsére, ha azt mondjuk, hogy Mikulás utas, akkor azt már mindenki tudja, hogy miről van szó, bár valószínűleg nem mindenki tudja, hogy gyermekönkormányzatos szervezés. Ez ugye már egy 16 évet megélt rendezvény, amire több százan is eljönnek futni, és tényleg szervezői oldalról is hatalmas élmény. Reméljük, hogy a résztvevők is ugyanígy vélekednek. Állandó programunk nem feltétlenül van másik. Vannak ilyen eseti dolgok. Éppen ezért már a költségvetésünket is másképp tervezzük meg. Korábban az volt a gyakorlat, hogy éves programtervet kértünk a gyerekektől. Ez már most nagyon-nagyon nehezen megvalósítható, mert a gyerekek, főleg a mai gyerekek nem úgy vannak beállítva, hogy ők egy évre előre gondolkodnak, hanem lehet, hogy februárban kitalálják, hogy ők márciusban szeretnének csinálni egy macinapot, és úgy kell hozzáigazodni, hogy abból legyen is valami, hogy ők ezt akkor elhiggyék, hogy tényleg számít a véleményük és az ötletük. Viszont fontos megemlíteni, hogy ugye a gyermekönkormányzat nem csak a programszervezésre helyezi a hangsúlyt, hanem az érdekképviseletre is,
és én úgy látom, hogy részben köszönhetően Roxinak ez az oldal is egyre jobban erősödik. Mit értesz ez alatt pontosan? Azt értem ez alatt pontosan, hogy legyen szava a gyerekeknek, városi szinten is. Beleszólhassanak a döntéshozatalba, a felnőttek meghallgassák őket, és részt vegyenek olyan szervezetek munkáiban, mint például a most alakult oktatási kerekasztal, aminek Kunos Roxi a tagja, és szerintem ez hatalmas dolog. Így van. Van valami olyan emléked a gyilkkel kapcsolatban, amire nyugdíjas éveidben is szívesen emlékszel majd vissza? Nagyon sok ilyen emlékem van, és amikor ezt megkérdezik, akkor mindig ugyanaz az egy jut eszembe egyelőre, de lehet, hogy lesz még másik is az évek során. Ugye nekünk az a célunk felnőttként, hogy csak segítsük ezeknek a megmozdulásoknak a létrejöttét, amit a gyerekek kitalálnak. És az ideális az, amikor a gyerek kitalálja, és meg is valósítja. Ilyen volt az első Ázsia nap Orosházán, amiből azóta már volt több is. Nem ugyanezen a néven, volt Ázsia nap is, Japán nap is, Korea nap is, de az első Ázsia napot kitalálták olyan helyi fiatal lányok, akiket érdekel ez a kultúra. És mondtam, hogy csináljátok, mondjátok meg, hogy miben tudok segíteni, illetve mondjátok meg, hogy mennyi pénzt adjak, mert nyilván ez a része is nálam van, és csak pénzt adtam. Tehát semmi a szervezésben, egyáltalán nem kellett segítenem, sőt nem voltam ott a rendezvényen, tehát ilyen szinten önállóak voltak, hanem a rendezvény után sétáltam az utcán, és a szervező lányok jöttek velem szembe, és a nyakamba ugrottak, és örültek, és hálások voltak, mert mondták, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor mondtam, hogy magatoknak legyetek hálások, mert igen, hálások voltak azért, hogy bíztál bennük ennyire, igaz, hogy egyedül is ezt meg tudják. Ez ilyen integrázós történet nekem. De hogy érzed magad ebben az ifjúsági referens szerepben? Egy kicsit pótanyájuk is, vagy kicsit pszichológusuk is, vagy ezeknek a gyerekeknek? Hát ezt talán inkább tőlük kellene megkérdezni. Mm-hmm. Az, hogy én hogy érzem magam, azt inkább egy hullámvasúthoz tudnám hasonlítani, mert tényleg olyan, hogy vannak hatalmas sikerélmények és olyan dolgok, amiket szeretünk. Aztán néha meg mondjuk, ha falakba ütközünk, vagy nem úgy sül el egy dolog, ahogy elterveztük, akkor meg nyilván rosszabb az ember hangulata. Roxi, te hogyan látod ezt a közösséget? Mennyire összetartó ez a csapat? Hát nem vagyunk túl sokan, körülbelül 15-en, azért mondhatom, hogy egy ilyen család vagyunk, és tényleg bármire számíthatunk a másikban. Tehát ha valakinek rossz napja van, akkor addig nem kezdjük el a testületét, akkor megbeszéljük, és tényleg ott vagyunk egymásnak. És ez nem mindig ilyen, és volt olyan testület, amikor nem volt ilyen, de most azt mondom, hogy tényleg hatalmas összhang van. Szóval van testületitek? Milyen gyakorisággal, és mit csináltok itt? Két hetente van testületi üdésünk, ahol mindig megbeszéljük az aktuális dolgokat, vagy például tegnap volt alpolgármester választásunk is, és ott szoktuk igazából szervezni az eseményeket. Mi lesz a közeljövőben, amire most készültök? Jelenleg készülünk egy sikerklubra, ami az ifjúsági koncepción belül valósul meg, szóval ez nem teljesen gyilk. Illetve, hát még nem árulok el nagyon részleteket, mert nagyon sok mindennel készülünk, de azt tudom elmondani, hogy nagyon tartalmasak leszünk idén is. Neked hogy néz ki egy napot? Te még tanulsz? Vagy neked ez a munkád? Én a gimnazista vagyok, és az, hogy néz ki egy napom, az nagyon változó, de általában iskola után vagy a diáktanyám, vagy otthon, de azért a gyilk az fontos szerepet játszik, illetve más szervezeteknek is segítek. Így önkénteskedem, ezért nehezen vagyok elérhető. Csináljunk egy kis kedvet, hogyan lehet a diáktanyára bejutni. Bárki beléphet, aki orosházi fiatal, vagy esetleg kistérség is? Hogyan működik ez? Bárki jöhet, lakóhelytől függetlenül, viszont szükséges, hogy érvényes diák igazolványa lehet. És már elengedjék otthonról szülői felügyelet nélkül. Tehát a jellemző az, hogy 10-12 éves kortól 16-18 éves korig vannak a bejárók. Nagyon érdekes, hogy elsősorban fiúk, ezt nem tudjuk, hogy miért van, és nagyon hullámzó az is, hogy egy nap hányan nyitják ki az ajtót. Van, hogy csak 5-en, de van, hogy 20-an. Nagyon szeretnénk, hogyha tudnánk egy kicsit bővíteni az épületet. Ez ugye elhangzott az ifjúsági közmeghallgatáson is november 20-án. A padlásteret mindenféleképpen szeretnénk előbb-utóbb beépíteni, mert szerencsére vannak olyan programok a diáktanyán, amik népszerűek és szeretik a fiatalok, de amikor ezek vannak, akkor sajnos a
napi bejárók elől be kell zárnunk az épületet. És hogyha lenne ez a külön padlástér, akkor párhuzamosan mehetne a két dolog. Egy hétköznapon hogy néz ki a diáktanya élete? Vagy van ott egy csocsóasztal, vagy biliárd, vagy kártyáztok, vagy mi folyik ott? A diáktanyán alapvetően az a filozófiánk, hogy békén hagyjuk azokat, akik csak úgy bejönnek. Nyilván, ha igénylik, azt észre lehet venni, mert mondjuk bejön az irodába, mond egy pár szót, lehet látni, hogyha szeretne egy kicsit beszélgetni valaki. Előfordult már, hogy hárman ültek egyszerre az irodában a kanapén, és mondták megállás nélkül. De jellemző inkább az, hogy csapatban jönnek, a babzsákokon elterülnek, a wifi jelszót elkérik, ha még véletlenül nem tudták, a telefontöltőt elkérik, van egy ilyen közös töltő, azt használják, és ők ott bandáznak. Csocsóznak is természetesen, van egy csocsóasztalunk, van 4 számítógépünk, viszont még ez is érdekes, mert hogy változik a világ, még korábban a 4 számítógép kevés volt, mert be kellett osztani, hogy ki mikor ülhet elé, mert egymást váltották, és veszekedtek, hogy te már mióta ott ülsz, most már én következek. Na most a 4 számítógépből szerintem maximum 2-nél ülnek egyszerre, mert most már mindenki a telefonját nyomja, és nem annyira szeretnek az asztali gép előtt ülni. Úgyhogy így néznek ki a mindennapok. Nyilván amikor program van, mint például most a relaxációs tréning és az autogén tréning fog következni, akkor egy kicsit hamarabb bezárunk. Ezt ki szoktuk írni minden nap, hogy meddig vagyunk nyitva. Nem annyira szerencsés, mert ugye majdnem, hogy kiszámíthatatlan nekik, mert nem biztos, hogy megnézte előző nap, hogy másnap hogy lesz nyitva, vagy nem volt előző nap, amikor megtettük a papírt, és akkor jön és zárva van az ajtó. Ez kellemetlen nekünk is, de egyelőre nem találtunk más áthidaló megoldást. Reméljük, akkor ez megoldódik. Roxi, te ismersz esetleg olyat a fogok közt, aki tényleg majdnem szívesebben van ott, mint otthon? Akinek ez tele a nyugalom szigete, vagy a szeretet a biztonság helye? Maga a diáktanya, vagy maga a diák? Ismerek, igen, van egy-kettő, de az nem így a családi háttér miatt, hanem mert annyira jó, de tényleg, tehát hogyha nekem is van szabadidőm, akkor szerintem ott vagyok az irodában Zsuzsi mellett, és ott töltöm a délutánjaimat, mert tényleg, ahogy bemegy az ember, a levegő is más. Zsuzsi, te nemrégen azt nyilatkoztad az Oroskápénak, hogy az idő előre haladtával egyre inkább mélyül a generációs szakadék közted és a gyerekek közt. Ez talán 2 éve volt, hogy ezt mondtad, és ezt folyamatosan érzed, ahogy rajtad is halad esetleg a kor, és ők ugyanolyan fiatalok maradnak. Igen, felháborító, hogy milyen szerencsés helyzetben vannak. Ugyanezt gondolom, de talán jobban kezelem, mint 2 évvel ezelőtt. Tehát lehet ez alkalmazkodni bizonyos szinten, de még továbbra is úgy gondolom, hogy nem a végtelenségig. Tehát nyugdíjba nem innen fogok menni, én úgy gondolom. Ez a generációs szakadék miben érezhető a leginkább? Hát igazából mondjuk a tervezésben, amit mondtam, hogy én szeretek előre tervezni, ők nem. Akkor akár az ilyen digitális kompetenciákban is. Fényévekkel előrébb vannak nálam, és igyekszem behozni a lemaradást, de nem mindig sikerül. Illetve az is, hogy még jobban érvényesül az, hogy ne én találjam ki, hogy mi kell nekik. Mert én nem fogom tudni kitalálni úgy, hogy az édesanyjuk lehetnék korban simán, hanem nekik kell megmondani. Ezekben érzem a leginkább. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezt a sok élményt és tapasztalatot. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Viszontlátásra!